nagyobb szolidaritási és együttműködési modell címmel tartott előadást Dimitrosz Avramopoulos, az EU menekültügyi biztosa az ENSZ New Yorki közgyűlésén, ahonnan az előbb Donald Trump beszédét láthatták. A hallgatóság a beszéd közben sajátos időutazásban is részt vehetett. Ugyanis a biztos úgy beszélt, mintha nem lett volna, vagy nem telt volna el három migrációs válsággal terhelt esztendő, és nem változott volna ez idő alatt gyökeresen az uniós polgárok és politikusok jelentős részének gondolkodása. Ismét világossá vált, hogy Brüsszel továbbra sem hajlandó elengedni a migráció kérdését, és ahogy az lenni szokott, az Európai Unió agytröztjei még mindig nem jutottak el odáig, hogy meg akarják akadályozni a bevándorlást, helyette menedzselni szeretnék azt. Ez a Szemtől Szembe szeptember 27-én csütörtökön. Mai témánk az ENSZ migrációs csomagja, az újra felmerült európai kvótarendszer és a velük kapcsolatos reakciók. Vendégeim Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa. Jó napot kívánok az uraknak! Jó napot kívánok! Hát talán kezdjük azzal, hogy bár sok mindenről szó volt most az ENSZ közgyűlésen, azért a legtöbb sajtófigyelmet és a legtöbb sajtóvisszhangot és politikai visszhangot is nyilvánvalóan a Global Compact ként emlegetett migrációs csomag váltotta ki. Tulajdonképpen akarnak fordítani, ez azt jelenti, hogy globálisan és szorosan összehangoltan kellene kezelni ezt, de hát ez a globálisan és szorosan összehangoltan úgy tűnik, például Avramopoulos úr hozzászólásából, hogy ez semmi más nem jelent, mint hogy vissza kell térni a 2015-ös mantrához. Jól látom? Igen, tehát a bevándorláspárti erők, illetve az ő koalíciójuk nem csak, ahogy láthattuk, az Európai Parlamenten belül tud megvalósulni azzal, hogy a szocialisták, a liberálisok és egyes néppártiak összefognak, hanem transatlanti jelleget is tud ölteni, azáltal, hogy New Yorkban, Brüsszelben vagy éppen Strasbourgban is hasonlóan tudnak egy-egy kérdésben gondolkodni. Én egyébként az egész kérdéskör újraértelmezésének origó pontjául az Angela Merkel német kancellárféle Bundestagban a sargentini jelentésről szóló szavazásnapján elmondott beszédét tekinteném. Ott akkor elmondta a német kancellár, aki még mindig azért azt gondolom, hogy a Lajtától nyugatra a legfőbb döntéshozó, hogy az illegális migrációt legálissá kell tenni. Ez egyértelműen állásfoglalás a kvóta mellett, ez egyértelműen állásfoglalás a tömeges bevándorlás szervezése mellett, és ez egyértelműen állásfoglalás amellett, hogy az embercsempészek és a velük együttműködő NGO-knak nem kell félniük attól, hogy bevételkiesés következik be. Minden egyéb, ami ezzel kapcsolatban felmerül, azt gondolom csak erősíti ezt a folyamatot, legyen az a globális migrációs kompakt, legyen az éppen Dimitris Avramopoulos úrnak, a migrációs biztosnak bármilyen ötlete, vagy éppen ugye az ENSZ főtitkárának, Antonio Guterres úrnak bármilyen megnyilatkozása. Ugye erről épp a közmédiában megemlékezhettünk, nevezetesen, hogy ő a szocialista internacionálé vezetője volt, aztán ENSZ főtitkár lett, közben pedig menekültügyi biztos. Tehát ha valaki, akkor ő ezt a területet jól ismeri, jó érti, és az ő álláspontja egyértelműen szintén bevándorláspárti. Ez rendben van, de ha azt nézzük, hogy hogyan áll össze az ENSZ-ben az a 141 néhány tagállam, akkor azt látjuk, hogy azért a kibocsátó országok, tehát a migráció kiinduló pontjai vannak többségben. Ennek következtében akár még logikusnak is gondolhatnánk, hogy megpróbálnak átverni egy olyan kompaktot, amely az ő érdekeiket képviseli. Ezzel szemben viszont azok az országok, kivéve az Egyesült Államokat, mint nagy állam, akik szintén ott vannak, például az Európai Unió, tekintsük most egy egységes rendszernek, az Európai Unió, legalábbis a bizottsága úgy áll hozzá, hogy hát akkor mi is beállunk a kibocsátók mellé, és bárkit befogadunk szívesen. Ez a legveszélyesebb az egész folyamatban, tehát az ENSZ-en belül többségben vannak a kibocsátó államok, ők autentikusan támogatni fogják azt, hogy a lehető leginkább könnyű legyen a bevándorlóknak a mozgás a különböző államok között, tehát ők minél inkább legalizálni szeretnék az illegális migrációt, és ezért veszélyes az, hogy jelen pillanatban az Európai Unió megosztott ebben a kérdésben, és a meghatározó államok, Németország, Franciaország továbbra is azon az állásponton vannak, hogy a legalizálás a migrációs folyamatnak az jó és hasznos. Azt, hogy jelen pillanatban az Európai
Európai Unió képviselői a világban arról beszélnek, hogy hasznos a migráció a tagállamok számára, sőt, a lehető leginkább enyhíteni kell ezen a globális paktumon. Az azt mutatja, hogy lényegében az Európai Unió vezetése saját maga alatt vágja a fát, hiszen az európai állampolgároknak a túlnyomó többsége az elutasítja azt, hogy mondjuk egy ilyen paktum létrejöjjön, elutasítja azt, hogy Brüsszel hatáskörébe kerüljenek a bevándorlás politikai intézkedések, és elutasítják magát a bevándorlást is, tehát hiába vannak bevándorláspárti kormányok egyes országokban, mind a kutatásokból, mind a választási eredményekből egyértelműen látjuk, hogy ez az ott élő európai állampolgárok mindezt elutasítják. Ez egy jelen pillanatban, amikor az ENSZ-ben az Európai Unió képviselője ilyen mondatokat mond, és ezen az állásponton van, akkor ki kell mondani, hogy ő az európai állampolgárok akaratával szemben fogalmazza meg ezt a véleményt, és jelen pillanatban az európai állampolgárokat az ENSZ-en belül lényegében senki sem képviseli. Na most ez ugye a politikai része. Beszéljünk egy kicsit a jogi részéről. Ugye a Global Compact szerint az európai Európába való bevándorláshoz elnézést mindenkinek joga van, akit valahol valamiért üldöznek, vagy életfeltételei és más okoknál fogva kedvezőtlenné váltak, például klímaváltozás. Ezek valóban menekültek. Ez talán a klímameneküldeken kívül magában a Genfi konvencióban is benne van. Viszont ami jogkiterjesztés ebben az ügyben, hogy ugyanilyen joga van azoknak is, akik csak a jobb megélhetés kedvéért vándorolnának Európába. És ez a veszélyes. Igen. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy feszegetik, sőt már túl is lépték a Genfi egyezmény határait New Yorkban is, illetve Brüsszelben is. Az oltalmazotti státusznál már mi megtanulhattuk, ha más nem az afgán erőszakoló ügyében, hogy milyen veszélyeket rejt, hogyha valaki bemondásra válik olyan helyzetbe, hogy letelepedési joghoz juthat, tekintettel arra, hogy ott egy elnehezült, veszélybe került életforma, mondjuk a bármilyen módon történő, a szexualitásra utaló bármilyen jelzés, az ezzel kapcsolatos bármilyen megnyilvánulás alapot adhat arra, hogy valakit ne küldjenek vissza a származási országába, amely önmagában nem lenne baj, viszont ha hazugságon alapul, és ezt nem lehet vizsgálni a luxemburgi Európai Bíróság gyakorlat alapján pszichológiai teszttel, akkor már aggályossá válhat, hiszen jogsértés áll az oltalmazotti státusz megadása mögött. Ami pedig a klímameneküldeket illeti, azért én megállnék itt egy rövid pillanatra, tekintettel arra, hogy a klímamenekült az gyakorlatilag az egész afrikai kontinensen, mint kategória ráhúzható. Ezt én kényszermigrációnak nevezném, tehát amíg egyébként, mert sokszor hasonlítják az európai kontinenst és az uniót az Egyesült Államokhoz, az egy organikus fejlődés volt. És emlékezzünk csak vissza, volt olyan, hogy nem is engedtek be embereket, most nem csak a mexikói történésekről beszélek, hanem legyünk nyíltak és egyenesek, a holokauszt elől menekülő zsidó közösségeknek is sokszor zárt kapukat mutattak az Egyesült Államokban abban az időszakban. Tehát, hogyha mindezt figyelembe veszük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy organikus folyamat helyett ez egy gerjesztett folyamat, és a fogalmakat csak azért terjesszék ki, hogy minél több embert lehessen Európa felé tolni. Amit Európa pedig úgy szeretné, és megint próbálok idézni, igen, Avramopoulostól, hogy ezzel párhuzamosan egy strukturális uniós letelepítési keretrendszerben dolgozunk, vagy keretrendszeren dolgozunk, amelyről reményeim szerint hamarosan meg lehet állapodni. Ja. Letelepítési keretrendszer, kvóta. Kötelező letelepítési kvóta. Magyarországon is a balliberális politikusok azt mondják, hogy nincsenek kvóták, mert valójában senki sem akarja ezt ráerőltetni az államokra. Sőt, Angela Merkel is arról beszélt már korábban, hogy a kvótáknak a felemlegetése az, hogy megpróbálják ráerőltetni a keleti államokra, az ilyen pillanatban már nem lehetséges. Sebastian Kurz is erről beszélt. Tehát vannak olyan politikusok, akik Európában arról beszélnek, hogy a kötelező kvótát azt már nem lehet megvalósítani. Azonban látjuk, hogy fű alatt különböző technikákkal továbbra is ezt meg akarják valósítani, és nagyon jellegzetes a nyugat-európai politikusokra, hogy egyfajta látványpolitizálást folytatnak. Elkezdték azt a retorikát alkalmazni, amit magyar
Magyarország már 2015 óta következetesen alkalmaz. Elkezdtek beszélni határellenőrzésről, külső határvédelemről, például az autópályákon a határelkelőket lezárják, ahol az európai állampolgároknak kell több órát várakoznia. Tehát elkezdtek így politizálni, ugyanakkor tettekben ez nem küzd az illegális bevándorlással szemben, ez kizárólag az európai állampolgároknak a hétköznapjait nehezíti meg. Tehát az például, hogy egy egyes romnál állnak az autópályán az emberek, az nem a illegális migráció ellen van, csupán azt az érzetet akarják kelteni az európai állampolgárokban, hogy itt védik a határokat, miközben pár száz méterrel arrébb a zöld határon lazán átmennek az illegális bevándorlók. Tehát látszik azt, hogy a nyugat-európai politikusok is próbálják elhitetni azt a nyugat-európai állampolgárokkal, hogy ők tesznek valamit. Azonban az ilyen csúcstalálkozókon, amikor döntést kell hozni, amikor mondjuk a keleti államokat kell megtámadni egy szargentini jelentéssel, akkor előjönnek és kimutatják a fogok fehérjét, és lényegében ugyanúgy politizálnak, mint 2015-ben. Kettő ország van ebben a pillanatban a világon, amelyik nagyon határozottan elutasítja ezt a kompaktot. Ugye az egyik az Egyesült Államok, Donald Trump ezt nagyon határozottan nyilvánosságra hozta, a másik pedig Magyarország, és mindketten ki is vonultak a tárgyalás sorozatból. Lehetnek ennek követői? Csak néhány példa, ugye. Például Svájcban szeretnének egy népszavazást kérni arról, állítsuk meg a migrációs paktumot címmel, hogy Svájc sem fogadja el. Ugyanez Ausztriában, Németországban is fölmerült. Svájci, német és osztrák aktivisták gyűjtenek egyébként. Igen, csak egy zárójeles megjegyzés, mielőtt válaszolnék meg. Daniel nagyon fontos dolgot mondott a kvóta kapcsán. Azt szögezzük le, hogy az Európai Bíróság elutasította Magyarország keresetét az ideiglenes kvóta határozat kapcsán. Tehát jelenleg most egy olyan jogi helyzet van, hogy bármikor a tagállamok feje fölött egy egyszerű többséggel gyakorlatilag a miniszterek tanácsába újra kijelölhetnek egy keretet, akár egy kötelező kvótát is innentől, egy állandó elosztási mechanizmus, mert az Európai Bíróság kimondta, hogy erre egyébként a maga Európának lehetősége van, zárójel bezárva. Ami pedig egyrészt a svájci példa, az azért is tetszik nekem olyan értelemben, hogy ha már demokráciáról beszélünk, ott ezt, hogy úgy mondjam, ma közkeletű kifejezés, ezt kimaxolják, mert hogy ugye a népszavazások rendkívül gyakoriak az egyébként nem Európai Uniós gazdag német, francia és olasz és étoromán ajkú országban, de kétségtelen tény, hogy akár Ausztráliáról, hogyha beszélünk, akár több olyan tagállamról, ahol egyébként láthatjuk a válság jeleket a 2015 utáni hát az Európára nehezedő migrációs nyomás tekintetében. Ausztráliát azért említettem példaképpen, mert ugye Ausztrália speciális helyzetben van, hivatalosan nincs olyan nyomás Ausztrália vonatkozásában, mint mondjuk Európa tekintetében, vagy mondjuk az Egyesült Államokra nézvést az amerikai-mexikói határon. Mégis az ausztrálok is fontosnak tartották jelezni az agályaikat a globális kompakt tekintetében. Úgy tűnik, hogy az önállóan gondolkodó vezetők, és az valamilyen értelemben akár földrajzilag önálló államok megtehetik azt, hogy ilyen bátor lépésre szánják el magukat, mert ez mindenképpen a bátorságot feltételez, hiszen legyünk őszinték, az ENSZ nem egy gyenge ellenfél. Tehát nyilvánvalóan az ott dolgozó erők is mind azon munkálkodnak reggeltől estig, hogy megregulázzák azokat az államokat, amelyek szembe mennek az ENSZ fősodoratú akaratával. Ki lehet a következő? Az ilyen Olaszország? Salviniék azért elég keményen dolgoznak. Lényegében a globalisták és a szuverenitást támogató erőknek a harcát láthatjuk, tehát akik fontosan a globalizmust támogatják világszerte, azt mondják, hogy a nemzetállamok rosszak, általában azok állnak be az ilyen jellegű összefogások és az ilyen jellegű paktumok mögé, és most látjuk Európában átalakulóban vannak a politikai erőviszonyok, egyre több országban a nemzetállamokat támogató erők kerülnek hatalomba, tehát lehet, hogy csatlakozni fognak majd más államok is Magyarországhoz és az Egyesült Államokhoz. Az, hogy az Egyesült Államok ugye már lassan egy éve kilépett, és azt mondta, hogy nem vesz részt ennek az előkészítéséből, az azt mutatja, hogy azok az országok, akik tényleg komolyan gondolják, hogy
a saját nemzeti szuverenitásukat védeni akarják, azoknak nincsen más út, mint hogy kilépjenek ebből az egész folyamatból, hiszen hogyha benne maradnak, ott lesz a nevük, ott lesz, hogy ők is jelen voltak a szavazáskor, akkor fennáll a veszélye annak, hogy az elkövetkezendő évtizedekben, hogyha mondjuk emberi jogi természetű lesz majd az egész paktum, ami abban foglaltatik, akkor fennáll a veszélye annak, hogy ezekre az államokra rá fogják kényszeríteni a bevándorlást. Hát itt minden egyes európai vezetőnek felelős döntést kell hoznia. Ugyanakkor látni kell, hogy tényleg a nagyhatalmak, Franciaország, Németország, sőt ott van még Spanyolország is, ők továbbra is egy globalista és bevándorláspárti álláspontot képviselnek, tehát nagyon komoly ellenfelek vannak, nem beszélve az ENSZ-ről, hogy az előbb is mondtuk, hogy többségben vannak azok a tagállamok, akik mindezt támogatják, tehát itt egy olyan komoly harcra kell felkészülni, amiben jelen pillanatban Magyarország és a hozzá hasonlóan gondolkozó államok kisebbségben vannak. Jó, hát azért ebben van némi álszentség, ha már Franciaországot említette, mert Franciaország ugye miközben arról beszél, hogy igenis globálisan kell megoldani ezt a problémát és a menekülteket regulárisan kell befogadni, vagy a migránsokat regulárisan kell befogadni, mindemellett az Aquariust nem engedi kikötni, és mondjuk Olaszország határain gyakorlatilag áthatolhatatlan csendőrsorfal védi a francia határat, hogy nehogy bárki is bejusson az Olaszországba. Jó, lehet, a hírek szerint Gérard Colomb francia belügyminiszter távozni kényszerül, ő egy szigorú, kemény vonalas politikusnak mondható mondjuk Emmanuel Macronhoz képest, de kétségtelen tény, hogy Franciaország kettős beszédet tanúsít, folytat ebben a kérdésben, jóval szigorú bevándorlás politikát valósít meg, mint amit egyébként a köztársasági elnök a különböző nemzetközi fórumokon ezzel kapcsolatban beállítani igyekszik, teljesen nyilvánvaló, hogy Franciaország legalább olyan szigorúan védi jelenleg a határait, mint mondjuk Olaszország, csak az a különbség, hogy az olaszokat ezért keresztre feszítik, Franciaország tekintetében meg teljes csönd van a tekintetben, hogy nem hagyták kikötni az érintett hajót. Ez rendkívül elgondolkodtató szerintem. Elegendő segítséget vagy muníciót ad az ellenző, a reguláris migrációt ellenző államoknak az, hogy Donald Trump is kőkeményen beállt a sorba, és ugye gyakorlatilag a nemzeti szuverenitás részének tekinti azt, hogy ki kit enged be, mint ahogy ez egyébként a magyar álláspont is 2015 óta határozottan. Igen, most Donald Trumpnak már a választási kampányában is egyértelmű volt, hogy ő a nemzetállami keretekben gondolkozik, azt mondja, az amerikai érdekek mindenek előtt állnak, és úgy tűnik, hogy jelen pillanatban belpolitikai szintéren ez eddig bejött neki. Sokan mondták, hogy például az amerikai gazdaság össze fog omlani, most jöttek ki a legfrissebb adatok, több mint 4 éve nem volt ilyen erős az amerikai gazdasági növekedés, tehát látszik, hogy ez a gazdaságpolitika az bejött Donald Trumpnak. Most lesznek ugye a félidős választások, majd kérdés, hogy ez hogyan fogja majd befolyásolni azt, hogy a republikánusoknak vagy a demokratáknak lesz majd többsége. Az azonban, hogy a világ első számú országának a vezetője azonos állásponton van, mint Magyarország, az mindenképpen pozitív, és mindenképpen azt mozdítja elő, hogy a magyar álláspont az a világban tud érvényesülni, és nem az van, mint mondjuk 2015-ben, hogy mindenki támad minket, mindenki azt mondja, hogy ilyen álláspontot lényegében senki nem képvisel a világban, hanem most már Magyarország is mondhatja, hogy ott van az Egyesült Államok, aki teljesen ugyanezt gondolja ezekben a kérdésekben, és ez egy erős támasz. Még egy elemet előhozott egyébként Donald Trump, amiről egyébként az utóbbi időben viszonylag ritkán beszéltek a politikusok is és az elemzők is. Talán azért, mert hála Istennek kevesebb terrortámadás történt, de ugye Donald Trump azt mondta, hogy azért is ellenzi az irreguláris migrációt, mert ez lehetőséget ad a terroristák beszivárgására. Az amerikai belbiztonsági minisztérium egyik grafikonja szerint, és én is ezt az álláspontot osztom, a késes támadások is igenis terrortámadásnak minősülnek, ezek pedig nem szűntek meg, napi szinten jelen vannak az Európai Unióban. Tehát csak átstruktúrálódott maga a terrorizmus. Elhelyezték a betontömböket, már nem tudunk a tömegbe hajtani, idézőjelbe téve, most késsel támadunk. Ugyanúgy terroristák, ugyanúgy dzsihadisták, és ugyanúgy veszélyesek.
no-go-zónák azok magukért beszélnek, a késes támadások, a nemi erőszakok azok rohamosan nőnek Európa szerte, ott, ahol a bevándorlók nagy arányban vannak jelen. Svédországban a legnagyobb a nemi erőszakoknak az aránya Európán belül, ott van az egyik legnagyobb bevándorló populáció, tehát csak a bak nem látja az összefüggéseket, tehát nem csak a nagy terrortámadásokra kell tényleg gondolni, ahol mondjuk egyszerre meghal több tíz vagy akár száz ember, hanem az ilyen események is terrorcselekménynek minősülnek, csak már olyan magas lett az inger küszöb sajnos Nyugat-Európába, hogy szinte nem is hír az, hogyha megkésenek valakit a nyílt utcán, akár nappal, míg korábban azért ez feltűnés keltett. Körülbelül fél percünk van, de ha már Svédország szóba jött, mennyiben volt része annak, hogy egyrészt a svéd választásokon ilyen eredmény született, másrészt pedig az a Löfven miniszterelnök, aki gyakorlatilag biztos volt benne, hogy viheti tovább a kormányzást, az gyakorlatilag megbukott Svédországban a migrációnak és a svéd migrációs politikának. A koporsóba a szög a mostani választás volt, és a demokrata párt, még ha még nem tudott nyerni is, azt gondolom, hogy egy olyan folyamatot indított el, ami valószínűleg visszafordíthatatlanul a mostani elit bukásához vezet. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen kormány lesz Svédországban, és akkor itt kell befejeznünk ezt a beszélgetést. Ez volt a Szemtől Szembe szeptember 27-én csütörtökön. Vendégeinknek köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, nézőinknek pedig a megtisztelő figyelmet. Holnap ismét várom Önöket, hamarosan kezdődik a híradó Messzes Boglárkával, viszontlátásra.